A 12 csapatos Bonyhád és környékbeli kocsmárosok vendégülősök által létrehozott tornán jellemző, ezt a szabályok is diktálják, hogy a megye 2-ben, illetve ez alatt és az ifjúsági bajnokságban szereplő játékosoké, illetve fiataloké a főszerep. Mindössze 2 megyei első osztályban játszó labdarúgó léphet pályára a tornán. Valóban a mai torna, a 16. kocsmáros kupa az arról szólt, hogy ugyan a profi játékosok is csökkentett létszámon ugyan de pályára léphettek, de a lényeg az volt, hogy az amatőr focistáknak is megadjuk a lehetőséget arra, hogy pályára lépjenek itt a Bonyhádi sportcsarnokban. Az egésznapos tornán a kisdöntőt az izményi szervezésű Robi Bál és a Bonyhádi ifikre építő Pitó Bál játszotta. 3-2-re a Robi Bár nyert, és lett bronzérmes az idén, aminek izményben felettét tudta körülni. A csapatunk már körülbelül 15 éve mag együtt játszik, ugye nagy része izményi játékosok, és voltak ismerettségeink, ezáltal beszerveztünk több környékbeli játékost, és nagyjából azt tudom mondani, hogy szerintem egy 5-6 éve, 7-8 éve egy állandó keretet tudunk megjelenni a tornákon. A fináléban a Kakasdi szervezésű Téglás Presszó a kiemelkedő játék erejét érvényesítette a majosi tartalékokból építkező Kedves Presszóval szemben is. A Fekete Sereg, nevezzük így, 4 látványos góljára, amiből 3-at Simon József szerzett, csak egy jött válaszként a zöldektől a 2x12 perc során. A végeredmény 4-1, így egy évre Kakasdra került a kocsmáros kupa.